Az én történetem valamikor itt kezdődött. Még 2014-ben. Ezek a fák alatt. Ezek a fák alatt, amelyek azóta is vigyáznak rám. Egy kicsit nehéz most így az elején, de ez egy gyönyörű hely. Egy csodálatos hely. Az én számomra egy szent hely. Nagyon szeretek ide kijönni, és szeretem megcsodálni ezeket a fákat. Szeretem ezt a kápolnát. Szeretek innen visszanézni a templom toronyra, mert ezek mind csodák az én számomra. És akkor, régen, 2014-ben az én életem egy pillanatig kilátástalannak látszott. De amikor eljöttem ide, erre a szent helyre, és megöleltem ezt a fát, akkor éreztem, hogy történik velem valami. Busáné Jordán Judit tanítónő volt, és sokat küzdött azért, hogy szeretett iskolája működőképes maradjon. Aztán az élet olyan feladat elé állította, melynek kimenetelének tétje nem volt más, mint a saját élete. Egy év alatt veszítette el családja tagjainak jó részét, és ezt követően szembe kellett néznie a ténnyel, a kór az ő életét is elvenni. Miközben önmagáért harcolt, a gyermekéről is kiderült, őt sem kímélte meg a betegség. Ez volt a pillanat, amikor Judit azt mondta, nincsen ereje tovább harcolni. Történjen, aminek történnie kell. Azok után, hogy a családomban elvesztettem mindenkit, akit szerettem, mégis kezdtem megnyugodni, és elkezdtem érezni azt, hogy van értelme az életemnek. És valamilyen titkos sugallat folytán elkezdtem írni. Kezdetben csak novellákat, aztán verseket, és mivel egy igazi tanítónéni vagyok, elkezdődtek a könyvek. Megszületett az első könyvem, aminek a címe az Okosító Szótagoló, és ez a könyv nekem óriási boldogságot adott. Ez a könyv a helyes írásért született elsősorban. Azt vettem észre, hogy a gyerekek helyes írása erősen romlik. És azt tapasztaltam, hogy nagyon-nagyon nehezen tanulják meg az elválasztást, a szótagolást. A szótagolás az segít minket abban, hogy tudjunk helyesen írni. De még abból a szempontból is nagyon fontos, hogy a szavakat jól értsük, helyesen értelmezzük. Még egyszer régen történt velem első osztályban, de annyira belém égett ez a kép, hogy a hét kecskegidáról olvastunk a gyerekekkel, és az a szó volt a mesében, hogy kimentek. És az egyik kisgyerek így szótagolta, hogy kimentek. És láttam az arcán, hogy nem érti. És akkor indult el bennem a gondolat, hogy mit teszünk mi a gyerekekkel. És miért nem támogatjuk őket? Miért nem segítjük azzal őket első osztályban, hogy még olvassanak szótagolva, hogy lássák ezt a mintát, és tanuljanak meg így írni. Ez azért nagyon fontos, mert a szótagoló írást második osztályban tanítjuk a gyerekeknek, viszont az egészből a részek felé visszamenni nagyon-nagyon nehéz. Míg ha a gyermek természetes módon szótagolva tanul meg írni, akkor ez az ő számára egy annyira természetes dolog, mint ahogy megtanulunk beszélni, hogy tudjuk, hogy ennek az a neve, hogy asztal. Ő ezt természetes módon tanulja meg, mert előtte még mást nem tapasztalt meg. Ha ezt így tesszük első osztályban, egyrészt sokkal szilárdabb ismereteket adunk a gyermekeknek, másrészt második osztályban felszabadul időkeretünk arra, amit az olvasásra tudunk fordítani, és a gyerekekkel már sok mindent tudunk olvasni. Még egy nagyszerű dolog, amire rájöttem, nagyon szeretek rejtvényt fejteni, és egyszer csak eszembe jutott, hogy hát úristen, a rejtvényfejtés semmi egyéb, mint hogy a szavakat szétszedjük, betűkre bontjuk, analizálunk, tehát ha a gyerek is meg tudja tenni ezt, hogy betűkre szétszedi a szavakat, akkor nyilván le is fogja tudni írni. Ezt a műveletet nagyon sokszor el kell végezni, ez a művelet a tankönyvekben egy nem szeretem művelet. Viszont rejtvényt mindenki szeret fejteni.
minden gyerek tudni akarja a megoldást, ezért a motivációt belsőleg hordozza magában ez a könyv. A módszert Judit több fórumon is ismertétette, de igazán akkor bizonyosodott meg ennek a rég használt tanítási módnak jelentőségében, amikor a postás csengetett nála egy levéllel. Elkezdtem a könyvemért harcolni, és nagyon sok mindenkit megkerestem, de sajnos sehonnan nem kaptam választ. Ha választ kaptam, akkor a válasz az volt, hogy majd elküldik egy szakértőnek, aki ehhez ért, viszont egy valaki válaszolt, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, és még élek, hálás vagyok a számára. Ő pedig Bagdi Emőke professzorasszony, aki egy közel 4 oldalas véleményt írt a számomra, ami megdöbbentő volt, és felemelő. És ő egyetértett velem, és egyenesen azt merte állítani, hogy mindenkinek ezzel a módszerrel kellene megtanulni írni. Ez nekem egy óriási lökést adott, egy lökést arra, hogy harcoljak tovább a könyvemért, és ne hagyjam abba, és próbáljam elterjeszteni ezt a módszert. A siker a Boldog könyv után egy újabb kötet megírására sarkalta, ahol szerep jutott az unokájának és a család kedvenc kutyájának is. Azon kívül, hogy Manó a főszereplője, hát az érdekessége még az is, hogy ez egy teljesen zöld könyv. Minden zöld benne, csak zöld festéket használtam, a zöld árnyalatait. És ez pedig tudatosan azért van, mert a zöld az egy nagyon-nagyon nyugtató szín. Nagyon sok hiperaktív, impulzív gyerek ül az iskolapadokban, akiknek szükségük van arra, hogy valami megnyugtassa őket, valami lenyugtassa őket. Ebben a könyvben, ha ő szeretne, színezhet, de ez nem feladat. Ha szeretné színessé tenni, kiszínezheti. És hát Manó kutya. Manó kutya csibészségei ebben mind megjelennek. Az, hogy mit rágott szét, mit tett tönkre, de iskolásítva. Ketten főszereplők, Dénes és Manó, az ő kalandjaik, az ő beszélgetésük, az ő csibészségeik, és az, hogy mindent jóvá lehet tenni. Ami még nagyon fontos és megjelenik, minden egyes történet után van egy léleknyitogató kérdés. Egy keret nélküli zöld buborékban, hiszen a gyerekekben sokszor annyi trauma lakozik, amire nincs idő és nincs alkalom, hogy ezeket fölnyitogassuk. De ezek a kérdések, ezek esélyt adnak arra, hogy a gyermekekben ablakok nyíljanak meg. Én intézményvezetőként dolgoztam 18 éven keresztül. Rengeteg harcom, rengeteg konfliktusom volt. Én minden erőmmel az iskolámért harcoltam. Azért ez egy pici iskola, hogy ez a kicsi iskola fent maradjon, egyrészt azért, és nagyon fiatalon lettem iskolai igazgató, és óriási bizonyítási vágy volt bennem, mert szerettem volna bebizonyítani azt, hogy nem csak a mamut intézmények tudnak jók lenni. A közvéleményben az a sztereotípia él, hogy a kisiskola ez egy romos, lepukkant, rossz felszereléssel, és rossz módszertannal rendelkező pedagógusok dolgoznak ott. Ez a sztereotípia. Még ma is állítom, hogy a legtöbb esetben ez uralkodik. Én ezt a sztereotípiát szerettem volna széttörni. Hogy minta-e az életem? Nem tudom, ezen soha nem is gondolkodtam. Nem tudom. De most, hogy így föltetted nekem ezt a kérdést, azt gondolom, hogy talán olyan szempontból, mint ahogy hogy erőt meríthetnek mások is az én példámból. Erre tudok most így gondolni, de soha nem fogalmazódott meg bennem ilyen, hogy minta lenne az életem.